megszerelve, és ez itt a fegyvernek a lelke, a zárszerkezet. Ugye forgózárfejes, ez a hüvelyvonó, az a hüvelykivető, és ugye itt a forgást vezérlő pálya. Tehát ugye így van bereteszelve, és amikor kireteszel, akkor elforgatja. Ez pedig itt a felhúzókar, amit be lehet tenni mind a két irányból. Jobbkezes és balkezes lövőknek egyaránt alkalmas. Ez pedig, amit itt kiszereltem, ez a short stroke gázdugattyúrendszer. Tehát látható, hogy nincs összekötve az árral, hanem amikor jön a gáznyomás, akkor ez csak megüti hátrafelé, a rugója ellenében, így. Majd vissza is tér, és itt pedig ugye itt mennek el a, itt megy el a gáznyomás, tehát ez ugye így csatlakozik. Jezdce i metopíra, cipísek se stará, mezi stromy mraky, je docela na konci, ten menester záhoci. Je docela na konci, ten menester záhoci. És akkor fegyver összerakása történik. Ugye itt kell beraknom gázdugattyút. Fordított a szembe. Ugye itt tudom állítani, hogy mennyi. Itt tudom állítani, hogy mennyi gáz jöjjön a gázdugattyúra. Alástán levő furatoknak eltérő a mérete, és ugye, hogy milyen állásban van, annak függvényébe jut a gázdugattyúra nyomás. Beteszem hátulról az árszerkezetet. Ott látszik, ahogy forog. Mozgatni tudja. Itt teszem be ugye a felhúzókart. Majd jön a helyre toló szerkezet. Ez egyébként hasonlít egy kalasnyikovéhoz, tehát ez is önmagában ugye teleszkópikus vezető ugye. Váltámasz, egység, ez is a helyén van. Úgy, és akkor van a két rúgóstift. Berakjuk, és itt van a másik is, ezt is berakjuk. Ugyanez a menete egyébként, tehát a szétszedésnek is csak fordítva, nagyon egyszerűen szétszedhető, egyszerű, logikus felépítésű gépkarabély. Szabhatóságért sokat tettek, egyrészt ugye a cserélhető hátsó antarc, a kétkezes biztosító, a kétkezes tárkioldó, és a váltámaszhoz pedig egy M4-eséhez hasonlóan 4 fokozatban állítható a hossza. Tehát különböző testalkatú katonákhoz, plusz gumi talpa van, tehát nem csúszik, és még van rajta egy klassz kis pofadék is, tehát kifejezetten ergonomikus, és ez a pofadék ez átfordítható jobb és bal arcú lövőhöz. Ugye és még a felhúzókkal is átszerelhető, plusz rengeteg szerelésére van, van most egy Rigicon Econ irányzékom rajta, de vannak lehajtható tartalék fém irányzékai is. Egy igazán modern gépkarabély.
Tehát a Trigger Group és a tárfészek az két külön darabból van, és ki lehet cserélni a műanyagtárast, amit a CZ a cseh hadseregnek szállít, az AR-15 tárasra. Tehát a fegyver mind a kettővel működhet, hogyha kicseréljük a tárfészket. Igazán moduláris kis fegyver. Hosszú változat a Bramble, és fél autósa valószínűleg több mint 16. Navodníka, bolšovečka. Nagyon könnyű, kompakt, kifordítható a oldalra, tehát a hosszú gránát is belefér, és mind a két oldalra átszerelhető a nyílási irány, és double action only az első tűzszerkezete. De annyira nem, viszont nem lehet rárevolverezni, ahhoz újra fel kell húzni, és itt a biztosítója. És még egy ilyen, ugye, hogy ez húzagolt csövő.